Brüsszel cserre készül, és a baloldali városokkal boltolná le a migránsok befogadását, mondta Orbán Viktor a parlament első őszi ülésén. A miniszterelnök szerint most dől el, lesznek-e Európában migráns telepek. A kvóta szerinte ugyanis olyan veszély, amely a legnagyobb városoktól a legkisebbekig minden települést fenyeget. Előrébb tartunk, mint 4 éve. Így értékelte a kormány munkáját Orbán Viktor. Az őszi ülésszak nyitásaként a miniszterelnök felsorolta, milyen eredményeket értek el az elmúlt években. Azt mondta, olyan jól alakulnak Magyarország gazdasági mutatói, hogy azoknak örülne az IMF is, ha nem küldték volna haza. Bár a miniszterelnök szerint sikeres évek állnak az ország mögött, az itthoni kedvező hírek ellenére Európa zűrzavaros időket él át. Ne dugjuk homokba a fejünket. Magyarország nem önálló glóbusz, nem egy különálló golyóbis, ami csak saját tengelye körül forog. Ott vagyunk Európa kellős közepén. Annak az Európának a közepén, amely vészjósló időket él át. Orbán Viktor azt mondta, be kell tájolni a helyes irányt, ha az európaiak urai, nem pedig elszenvedői akarnak lenni a migrációs helyzetnek. A miniszterelnök szerint hibás Brüsszel naív bevándorlási politikája, a bajok ugyanis nem oldódnak meg maguktól. Orbán Viktor szerint ugyanakkor Brüsszelben cserre készülnek az uniós vezetők. Hogyha nem boldogulnának az egyes nemzetállamokkal, akkor majd boldogulnak a baloldali városokkal, hogy majd azok befogadják a migránsokat. Ha nem boldogulnak Magyarországgal és Budapesttel, akkor majd leboltolják Zuglóval, Salgótarjánnal vagy Szegeddel. Orbán Viktor szerint ez a terve Martin Schulznak, az Európai Parlament elnökének. A miniszterelnök azt mondta, most dől el, hogy lesznek-e Európában migráns telepek, és ha igen, akkor hol lesznek. Ezen a ponton a miniszterelnök beszédét az ellenzéki képviselők bekiabálása akasztotta meg, de ez Orbán Viktort nem zökkentette ki. Azt javaslom, hogy akinek nem tetszik, amit mondok, ne nekem tegyen szemrehányást, hanem olvassa el az Európai Parlament baloldali elnökének, Schulz Ernökörnek a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy majd a városokkal, a baloldali városokkal állapodnak meg, ha az országok nem törődnek bele a döntéseikbe. Az Európai Unió németországi mintára telepítené szét a migránsokat, ezért Brüsszel terve nem csak az országot veszélyezteti, hanem külön-külön az egyes településeket is, mondta Orbán Viktor. A kvóta a miniszterelnök szerint ezért olyan veszély, amely a legnagyobb városoktól a legkisebbekig minden települést fenyeget.